Ha a játék összképét nézzük, kiemelve a labdabirtoklást, a támadójáték veszélyességét, ezen belül is a gólszerzési lehetőségeket, minimum döntetlent érdemelt volna a Paksi FC a harmadik fordulóban az idei szezon a második hazai mérkőzésén. Persze örök törvény, hogy a futball gólra játsszák, amit gólhelyzetek nélkül egyéni megoldásokkal is, sőt a szerencsével is olykor el lehet érni. Ezt tette a tavalyi bajnokság meglepetés csapata, a Mezőköves Zsóri, amely két remekbe szabott 18-22 méterről leadott lövéssel, és persze végig szervezett, okos, tudatos játékkal el tudta vinni mindhárom pontot a PFC stadionjából. Mind a két gól még az első félidőben átlövés után született. A 17. percben egy kifejett labdára a távolról lőtt góljairól ismert Berec Zsombor teljesen tisztán érkezett, ez hiba volt, és a hírnevét igazolva egy erőteljes lövéssel megszerezte a vezetést. 20 perccel később a magyar válogatott kerettaggá váló Cseri a másik oldalról szintén 18-22 méterről lőtt még inkább látványosabb, még inkább védhetetlenebb gólt a jobb felsőbe 2-0. Mindez Paksi szempontból nézve a dolgokat igazságtalannak tűnt, hisz a PFC volt végig fölényben, különösen a második félidőben a zöldeknek voltak helyzetei, a kulcsmomentumokban azonban nem a legjobb döntést hozták gólhelyzetben lévő játék. Vagy a Fortuna az ellenfelet, a Mezőkövesdet segítette az ötösön belüli jeleneteknél. A 66. percben megcsillant a fordítás reménye. Hán János és Nagy Riád bejövetelével fölpörgött a PFC addig statikus játéka, és egy fontos lendületes támadás végén szép, bödefejes gólnak örülhettek a szurkolók. Paks Mezőkövesd 1-2, és mindent beszámítva közel fél óra volt még vissza a meccsből. Mivel a játék képe nem változott, a Paks dominál, okkal bízott a hazai publikum legalább a döntetlenben. Felettébb masszív volt az ötvédős felállása a Mezőkövesnek, de így is volt 2-3 gólra váltható helyzete a hazaiaknak, amelyek sajnos kimaradtak. Lenzsér fejesénél pedig a kapufa segítette a Mezőkövesnek. Így 2-1-re megnyerte Kuttor Attila csapata a változatos, közepes színvonalú meccset. A vendégek szakvezetője sportszerűen okkal emlegette a szerencsét, mint faktort sikerükben. Ha nem is a kidolgozott zicserekből, de két gólt sikerült szereznünk extra körülmények között, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy nyertünk. Arra a sajtótájékoztatón elhangzott kérdésre, hogy az ötvédős rendszer, amit a Mezőkövesd alkalmazott, a későbbiek során jellemző lesz-e, Kuttor Attila válaszában arculatváltozás megkezdéséről tett említést. Egy kicsit útkeresésbe vagyunk, és szeretnénk magunkat megújítani. Ezért sok minden benne van a fejünkben. Ez az egyik dolog, úgyhogy de örülünk neki, hogy sikerült vele nyernünk. A Paksi FC néhány csapatot leszámítva mindenki ellen a játék irányítására, a támadójáték előtérbe helyezésére törekszik, hangsúlyozta Ostermayer Gábor a mérkőzés után. Az újabb hazai vereséget a bal szerencse számlájára írja, mert mint mondta, csapata teljesen a megbeszéltek szerint focizott, de ilyen a foci, tette hozzá keserűséggel. Második félidőben szerintem lefociztuk a Mezőkövesdet, bárki bármit mond. Komoly gólszerzési lehetőségünk voltak, akár szögletből is a Lenzsér fejese, ami a belső kapufáról pattant vissza, vagy itt a balognak. Az helyzet ilyenkor nehéz mit mondani, mert tényleg bementem az öltözőbe, de gratuláltam a játékosoknak a hozzáálláshoz. Egyszer talán nekünk is lesz szerencsénk. Az előétünkkel nincs gond, hiszen az utolsó percekig nyomunk, és tehát ugyanígy volt az Újpest ellen is, és most is. Tehát az erőlétte és a hozzáállással nagyon-nagyon meg vagyok elégedve. Egyszerűen várom azt a pillanatot, mikor jó lábtartás lesz, és még szerencsénk is lesz. Nyilván a szerencsért kell tenni, de mi szerintem tettünk sokat. Az újonnan igazoltak közül az irányító középpályásnak, Bognár Istvánnak rövid és lőtt passzaival számos veszélyes támadást tudott vezetni ezen a mérkőzésen is a Paks. Ő is roppant szomorú volt, hogy újabb vereséget könyvelhettek el. Nagyon sok lehetőségünk volt, főleg beadások, pontrugások után, hát fortuna, hát nyilván az, hogyha 5 méterről mellé fejeljük, az nem mindig fortuna, azért nyilván nagyobb koncentrációval azért ezeket be kellett volna rúgni, de
de azt gondolom, hogy legalább megvannak a lehetőségek, nyilván semmit nem érünk vele, mert nulla pontot ért megint, csak úgy, mint két héttel ezelőtt. Az, hogy az első mezőkövesdi gólnál Beret szabadon lőhetett, mint nem kilépő embert, magát is okolta a középpályás, mert, mint mondta, a megbeszéltek szerint talán neki lett volna feladata ez a kilépés a csapatvédekezésben. A Bertus Larit bevitték, nyilván nekem kellett volna kicsit hátrébb lépnem, nyilván nem láttam. Sajnos pont oda fejelték, nyilván az sem volt tudatos. Azon kívül, hogy hibáztunk, azon kívül nyilván az is egy elkerülhető gól lett volna egy kis szerencsével. A megszerezhető 9 pontból egyet gyűjtött be a Paks a MOL-Fehérvár otthonában, ez az indulásnál nagyon kevés. Nincs mégse pánik, nincs rossz öltözői hangulat, a zöld-fehér szurkolók is az eddig mutatott játék alapján okkal reménykednek, különösen a 10 napos szünet után, hogy a folytatás a mostaninál pontokban mérhetően jóval eredményesebb lesz.